Szevasztok srácok, itt vagyunk a következő Forma 1-es videóban, második rész, Szaúd-Arábiában. Hát akkor kezdjük meg, a pontokat azokat elveszítettük, az előző részt nézzétek meg, ha gondoljátok. Csinálok táblázatot, jó? Teljes káosz, úgyhogy csinálni fogok új táblázatot. Na, a beállítások, igazából semmi extra, legyen 2,5 kör. Utálom ezt a pályát! Nagyon nehéz szerintem. Na mindegy, a lényeg az az, hogy kezdjük meg, és akkor szokásos módon megyünk egy olyan kört, hát amivel megpróbáljuk bebiztosítani azt, hogy nehogy az legyen, hogy mit tudom én, utána oda csapjuk, és akkor full utolsó helyről. Tehát egyfajta biztonsági kört fogunk nyomni, csak kinyögöm a végére. Úgyhogy gyerünk, let's go! Remélem hangerőben minden fassa, remélem jól hallotok, úgyhogy hát igen. Úgyhogy megkezdjük, srácok. Jó, tehát nézzük meg azért a pályát, aki esetleg mondjuk annyira, hogy nem lenne vele képbe. Nincsenek bukóterek, tehát hogy talán ez a legnagyobb probléma. Itt van egy kis bukóterünk tulajdonképpen, de látjátok végig mindenhol falak vannak. Úgyhogy nagyon össze kell magam kapni, hogy ezt a versenyt, ezt ne rontsuk el. Srácok, ha tetszik, nyomjatok lájkot, látjátok, az algoritmus az utálja ezt a Forma 1-et, úgy néz ki, úgyhogy vagy engem. Tehát mindegy, a lényeg az az, hogy igazából igen, egész kevesen nézik ezt a sorozatot, de alapvetően nekem ez nem probléma abból a szempontból, hogy tényleg élvezem is, úgyhogy ez nem azért van. Aki meg velem élvezi, az meg egy jó dolog. Na, igen, tehát ez az egyik legnagyobb szivatós kanyar, ugyanis itt a semmiből érkezik egy kanyar. Nem azt mondom, hogy 100%-ban megvan egyébként így a fejemben az egész pálya, de higgyétek el, hogy nagyon igyekszem, hogy azért meglegyen. Ez is egy szép kanyar, tehát mindegy, igazából nagyjából azért megvan. Mondtátok, hogy állítsam át a térképet arra a másik fajta nézetre. Na, például itt nem jó nekem átállítani. Jó ez, hogy tudom, hogy melyik kanyar mikor jön. Úgyhogy igen. Na, kezdjük meg akkor, srácok. Ja, 70-esen nyomjuk, mielőtt valaki kérdezné, tehát még mindig 70-esen vagyunk, de majd feljebb fogjuk vinni. Csak hát nagyjából úgy lőttem be, hogy ez úgy rendben van nekünk. Úgyhogy gyerünk. Ezt itt mindig elrontom. Hát most annyira nem is volt olyan nagyon szörnyű. Próbálom kicentizni ezt a pályát. Itt azért űha, kell a fék. Itt elvileg nem kell fék. Nem hisszük el, bele kellett nyúlnunk a rohadt életbe. És így a ritmust azt el is dobtuk. De nem baj, befejezzük ezt a kört, srácok. Nem szivatjuk le magunkat, hogy nem csinálunk biztonsági kört. Elképesztően közel vagyunk folyamatosan a falhoz. Tehát nagyon nehéz belőni ezt jóra. Itt jön a kanyar. Nem is volt olyan nagyon rossz. És akkor innentől padló, mindjárt jön egy DRS zóna. De aztán itt nem bízhatom el magam, ugyanis itt lesz egy kellemetlen kanyar szintén. Azt mondja, hogy itt. Igen. Kellemetlen kanyaron túl vagyunk, akkor vágtatunk tovább egyenesen. Itt a következő DRS zóna. Innentől már viszonylag könnyű a dolgunk. Egy jó kanyar van még, amit jól kell bevenni. Hát nem 100%-os, de nem rossz. És akkor toljuk rá az erset. Gyerünk, toljuk rá az erset. És ezzel a helyen a harmadik helyre érkeztünk be, srácok. Nem jó, de nem is tragikus egyelőre, én azt gondolom. Úgyhogy menjünk vissza akkor a boxba. Na és akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen már a negyedik helyre csúsztunk. 5/10-re vagyunk Verstappentől, aki 32.3-at ment, mi meg 32.8-at. Úgyhogy gyászos, viszont... Hát közeledünk ahhoz a részhez, hogy megyünk ki a következő körre. Most azért várakozunk még egy picit, megnézzük, hogy ki milyen kört jön.
meg amúgy is 10 autó kint van, az azért egész sok. Na tehát, 5 perc van vissza, 5 perc 40-50. Negyedik helyen vagyunk még mindig, új gumi, friss minden, akkor menjünk ki, és akkor kezdjük meg a következő gyors körünket. Minél előlébről kéne indulnunk, srácok, ugyanis az a helyzet, hogy ezen a pályán is nagyon nehéz előzni, tehát jó lenne megtartani ezt az ilyen negyedik hely környékét, vagy hát persze az is jó nyilván, hogyha előrébb vagyunk. De mindenképpen oda kell pörkülnünk, hogy ez meg is maradjon, mert azért jönnek itt még majd idők. Úgyhogy hát akkor gyerünk, rakjunk össze egy kört, remélem nem akkor fognak kifele jönni az autók, amikor mi éppen elkezdjük a gyors kört. Jó, megmelegítjük ezeket a gumikat. Na jó van, körbe megyek, nézzük a gyors kört. Na hát srácok, itt vagyunk a kör vége felé, és látjátok, szinte még mindenki bent van a boxban. Nagyon remélem, hogy nem most fognak kijönni. Már pedig mikor jönnének? Ajjajjajjajjaj. Na jó. Mindegy, megkezdjük azért, hát ha hagynak helyet, vagy ilyesmi. Gyerünk. Próbáljunk egy nagyon komolyat összerakni. Oké, még bent vannak, nagyon jó. Hú, túl korán fékeztünk. De igazából úgy néz ki, hogy nem veszítünk ezzel még. Uá! Na ezzel már viszont lehet. Ajajajaj. Az Isten itt neki, srácok. Mindegy, még zöldek vagyunk. És eldobtuk. Pedig 5-10-et, Jézusom, gyerünk. Oké. Nem tudom, hogy a szarba tudtunk itt 5-10-re jók lenni. Érintettük a falat. Nagyon ki akartam centizni. Na gyerünk, kenjük oda. Túl sokat belefékeztünk, már csak 2-10. Toljuk meg neki. Dérez zóna. Oké. Gyerünk. Ezek 5-10 megint eldobtuk. Az Istenit. Nagyon eldobtuk. Gyerünk. Jó. Utolsó kanyar. Úgy ti súroltuk. Gyerünk. Egy pici javítás legalább. Hát baszki, a vége, ez nagyon rossz lett. Ó, de rossz lett a vége, srácok. Ó, és még csak most fognak jönni az idők. Most fognak jönni az idők, srácok. Na jó, hát nézzük meg akkor a végeredményt. 8. hely! Basszus, srácok, 8. hely! De nagyon közel van mindenki egymáshoz. Basszus, és simán meg lehetett volna akár az első is, de olyan hibáim voltak. Na mindegy, nézzük, gyerünk. Zsa, futam. azt mondja, hogy először kéne mennünk közepesen, és utána lágyon. De mi lenne, ha mi ezt megfordítanánk, mert akkor feltételezem mindenki ezt tolja, de az elején legalább rámehetnénk az előzgetésekre. Kicsit az üzemanyagból is lejjebb veszünk. Maradjon plusz egy kör, azt ennyi. Fordítsuk meg, tehát legyen először lágy, és akkor utána. Utána a közepes. Azt mondja, hogy plusz 9-10. Na de mi mondjuk nem a tizedikbe jövünk be. Aha, valahol a 8. kör környékén kéne lecserélni. Nagyon izgalmas lesz ez így. Jó, hát akkor gyerünk. Nem lesz felvezető kör, úgyhogy let's go. Nagyon sokan vannak közepesen. Nagyon sokan. Jól indultunk el. Ó, de... Ojja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 jj
Nagyon jó! Habár itt van mellettünk még Joe, de most már nincs. Jó, egy helyet jöttünk is, akkor feljebb viszont. Ki kell használnunk a tapadást, ami rejlik jelenleg a gumikban. Hoppá!
Habár előttem Bottasnak is, ha megnézitek, akkor izéje van. Lágy gumija van. Nem csak én gondolkodtam így. Gyerünk! De nagyon közeledünk, elképesztő mód közeledünk. Szinte felökleljük Bottast. Gyerünk! Hol előzzünk? Hol merjünk egyáltalán előzni? Inkább így jobb a kérdés, mert így biztos nem. Itt egy kellemetlen kanyar. Ezutáni egyenesben, vagy ugye a cél egyenesben. Rá is toljuk innentől az erset. Még annyira nem közeledünk, de nem baj. Szélárnyékunk az nagyon van. Ó, de rajta vagyunk. Gyerünk! Gyere ide, Bottas! Úristen, hogy elhasználjuk az ersünket. Bevágjunk! Bázd meg, Bottas! Dübbentünk! Olyat fékezett, hallod? Pedig nem értem, miért fékez ekkorát, amikor ő is izékon van, szoftokolva. Persze előtte is fékeznek. Azért ezt ne felejtsük el. Más a ritmus így. Kussolj el! Hú, ez meg majdnem eldobtuk! Jó van, nem baj, maradtunk itt, srácok. Elő kéne készíteni jól ezt a kanyart. Tapadunk. Egyelőre jó. Fú, nagyon tapadunk. Opa! Kocsoltuk a falat. Reméljük, ez még nem okozott nagy problémát. Hoppá, van DRS-ünk, jó? Mondjuk itt aztán mindenkinek van, tehát tök mindegy kb. De ez annyira jó szektor lett, hogy lila. Na gyerünk, most toljuk rá. DRS minden. Nagy előzgetések mennek ám itt is. Let's go! Hoppá! Várják! Jaj, de jön! Nem adjunk neki bent helyet. Isten bazzeg! Kussoljál már el az istenit! Nem hallom a váltást. Nagyot megyünk egyelőre, srácok. Oké, okay. Na gyerünk, előttünk Alonso van médiumokon, előtte Sainz is médiumon van, nagyon jó ez nekünk így most. Mert ilyen szinten rájuk tudunk közeledni. Itt persze nem tudunk sehol bevágni. Kicsit hűtöttem is a technikát, kijebb mentem ideális ívről. Jó, kellemetlen kanyar utáni egyenesben meg kell próbálnunk. Itt most nagyon rájuk esünk. Habár ők is nyitják, persze. Na ezután, gyerünk! Innentől tűz! És DRS is. Mindenünk van. Hú, nagyon fészkelődnek. Hagyjál helyet nekem is, azaz! Gyerünk! Hú, Alonso nagyon jön. Mellettem van Alonso, el is megy. Elmegy a rohadék. Habár kicsit, hoppá! Kicsit elfékezte. Jó. Vissza szereztük a helyünket. Isten, de közel vannak a falak, bezzeg ilyen tempónál. Ez embertelen, srácok. Na, Sainz a következő. Előtte meg pedig már Norris.
egyelőre egy helyet találtunk, ahol tudunk előzni úgy érdemben. Hoppá, kicsit lecsúsztunk. Itt azért majd közeledünk, mert innentől jön a DRS. Kéne még egy kis erset tartalékolnunk. Nem vagyunk elég közel Sainzhoz sajnos. Nagyon nem, 6 tized. Viszont Alonso annál inkább jön a mocsok. Gyerünk! Csak Alonsóra figyelünk most, az erset próbáljuk tartalékolni. Úgy néz ki, most nem ér ide. Szerintetek ez a pöcsfej, ez direkt mindig féktávon dumál, hogy ne halljam a váltást. De most tényleg. Jó van, srácok. Ebben a körben meg kell próbálnunk Sainzit megenni. Úristen, de rájöttünk. Mi van veled, Sainz? Úristen, nézd meg! Sainz mellett vagyunk! Bazd meg, megérkeztünk Sainzra egész komolyan. Csak vigyázni kell, ne ökleljük fel, mint az állatok. Nem tudom, mi történt itt, de Sainzra nagyon ráéreztünk. Nagyon komoly körön vagyunk. 50%-os az ersünk, hát akkor tűz, én azt mondom. Szokásost megpróbáljuk. Meg közben Alonso is jön ám, a hülye állat. Jó az így, hogy előzgetnek. Hopp, 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 hopp. Áááá! Az Isten itt! És így meg fog érkezni Alonso. Hú, Alonso, te hülye állat! Hagyjál helyet, hagyjál helyet! Mi ez a négyes parti, srácok? Szar helyen vagy, baszki! Norris! Ez most egészen szar így nekem, pedig mennem kéne. Mennem kéne, mint az állat. Úristen! Sajnos nagyon lecsúsztunk. És kezdenek azért romlani ám ezek a gumik. Azt mondja, hogy már pit window-on belül vagyunk. Fú, ez így nem túl jó most. És ugye nem tudom, hogy hova fogunk visszajönni. Tehát mennyire, de hát vonatozunk, szóval a legvégére. Ájjajjaj, nem sikerül így persze elnyúlni. Nem vagyunk túl közel Norrishoz, de azért megpróbáljunk ráérkezni. Közben Alonso is jön, mint az állat. Egy kicsit el vannak nyúlva tőlem. Azt sem tudom, kinek a szélárnyékába menjek. Na, gyerünk! Azaz! Jó! Az anyádat, hogy neked mindig akkor kell szólnod, amikor fékezek. Jó, srácok, gyerünk! Norris, én elengedném magam most nagyon, mert még ami a gumiban van, azt még kipizénám. Hoppá! Nem kéne így lekocogatni a falat amúgy. Jó napot kívánok! Egyre kevesebb van sajnos már ezekben a gumikban, érzem. Itt egy ilyen egy-két körön belül be kell mennünk. Nem baj, azért még megpróbálkozunk mindennel.
Jó, van, legalább húz minket egy kicsit most Norris. Ez így jó. De nagyon együtt a mezőny. Na, Norris esetleg? Mit gondoltok? Neki most nincsen DRS-e, hoppá van. Esetleg akkor a célegyenesben. Norris, elengednem magamat, haló? Tapadunk, tapadunk, tapadunk. Gyerünk, Norris! Jaj, nagyon jövünk! Jó! Nem tudom, hogy adta ez most így ki. De megvagyunk. Már nem az igaziak a gumik, sőt, nagyon beesett a tempom. Érzem, hát itt hogy elmentem az előbb, mondjuk két körrel ezelőtt. Most meg 2-3-at kell leváltani. És figyelj, hogy megjött rám. Na jó, boxnál, srácok. Box lesz most. Nagyon rossz a tempunk. Aha, 29%-os. Jóval jó lesz az most az a box. Azért a közepes az egész sokáig bírja. Na gyerünk, csak most már ne szúrjuk el ezt a néhány kanyart ezeken a gumikon. Folyamatosan hát a féktávokon kell neki magyaráznia. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó van, menjél Norris. Menjél, 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 menjél. Húzzál legalább egy kicsit még a box. Box tábláig. Hát srácok, valószínűleg kb. Az utolsó helyre jövünk, de nem baj. Jó. Na gyerünk. Egy jó box, egy jó box. Oké? Nagyon jó. 2-4. Azt mondja, hogy 16. hely. Mi történt itt Leclerc-rel? Ezeket kellett volna még megenni. Basszus. Forgalomba jöttük. Bocsánat. Ez nagyon riszki volt, srácok, de nem értünk hozzá senkihez. Azt se tudom, ezt hogy kerültük el. Na gyerünk, Hülkenberget is meg kell lenni, nekünk most egy brutálisan jó kört kell menni. Ó, Hülkenberg, hát. Nézd meg, tapadunk rá, de ennyi. De jó, tapadnak ezek a gumik, már be is bújunk. Azt a mindenit, de jók ezek a gumik most. És nagyon jó, még mi kapunk egy kis izét is. Oké. Isteniek most ezek így, srácok. Isteniek ezek a gumik. Na gyerünk. Elvileg Norris még nincs a boxban, csak szólt volna ez a kis emberke nekünk, nem? Nem, még nem mennek be a boxba. Jó van. Ú, basszus, kicsit elszartuk. Se baj. Toljuk, 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 ami a csövön kifér. Mert ebben a körben viszont már biztosan be fognak jönni a boxba. Már mind szerintem. És nagyon jó lenne, hogyha nem veszítenénk helyeket. Gyerünk. Oké, egy lila első, az már nagyon jól hangzik. Ezeken a gumikon azért mehetünk ám rendesen, tehát a szemét ki lehet tolni.
Hoppá. Fú, de kíváncsi vagyok, hogy hova fogunk érkezni, srácok. Mármint, hogy ők hogyan jönnek vissza a boxból. És ugye oké, hogy lágyon lesznek, de azért csak-csak lesz gumielőnyünk abból a szempontból néhány kanyarig, hogy azért azok hideg gumik lesznek ám. Na most kell résen lenni. Mindenki a boxban. Mi pedig toljuk neki, ami a csövön kifér. Fú! Leggyorsabb kör. Oké. Hova jöttünk vissza? Mögöttünk van Sainz, ami most így hirtelen nem tudom mit jelent. Sajnos közben vezetnem is kell. Nem tudok gondolkodni, de ti már biztos tudjátok. Viszont akkor a fele ugye nem ment ki, tehát Norris nem tudjuk, okay, hogy hol van. Igen, ez lesz a szopó, hogy azért ezek csak izé jönnek ám, haló. Soft gumikon jönnek, tehát az lényegesen gyorsabb lesz. Hűha. Mindegy, azért figyeljük, hogy mi van Sainci-Mainci-val, ilyen 8 tizedre van tőlem kb. Meglőjük azért mi is ám, haló. Amit csak tudunk, most kihozunk a gumikból. Meg a pályából persze. Hoppá! Nem erre gondoltam. Speciál. Hoppá, most van kint. Ajaj. Szarba vagyunk, srácok. Az elsőnknek itt van a vége. Rohadtul nem Sainci-Mainci-val kéne nekünk most itt küzdeni. Hoppá! De szarta! Norris mögöttünk van, srácok! Oké! Csak ezt a tempót nem tudom, meddig fogjuk tudni ám tartani, amit itt hozunk. Norris egyelőre mögöttünk van, ami azt jelenti, hogy sikeres az elévágásunk. És azt mondja, hogy a második helyen vagyunk így. Kimegy elől. Verstappen 3,7 tized másodperccel. Most nem tudom, hogy ő még új, vagy ő már új gumikon van, de szerintem igen. Az mondjuk egész komoly előny akkor neki. Ezt majdnem eldobtuk idő előtt. Nagyon jön Sainz. Fú, próbáljuk kihasználni a teljes pálya terjedelmét. Igen. Igen, azt. Jó van, gyere be, szarházi. Most nem tudom, kinek nyílik a DRS. Szóval, nekem. Hoppá! De srácok! A rohadt életbe! Green flag. Na várjatok, ezt el kell mondanom, mi történt. Egy Sainz lelassult, de én azt hittem, hogy csak sárga zászló van valami miatt, és akkor ugye nem lehet előzni. És basszus, ahogy lelassítottam, mindenki más érkezett rám. Ó, de megszivattam magam. Tehát Sainz kiesett a buliból. De értitek, én csak szabályosan akartam eljárni, és így szívtuk meg. Úgy rám esett Norris, te jó Isten. Norris! Fú, baszki. Ki gondolta volna, hogy Sainz kiesik? Én azt hittem, valami baleset van, azért fékezünk le. Mert ugye akkor el kell emelni a gáz. Ó, gáz! Jézusom! Visszaadom. Visszaadom azt is, persze, mennyi akkor. Persze, te is mennyi, testvérem. Akartam is kérni, nem baj, lesz DRS-ünk.
Fú, még 6 kör, ezzel együtt 6 kör, srácok. Össze kéne szedni magamat. Ezek a fiúk itt most softon azért nagyon tudnak ám menni, és mi korán se tudjuk sajnos azt a tempót. De valakik hardon vannak. Úgyhogy hát... akkor itt előzgetések lesznek ismét. Vagyis hát próbálkozások. Fú, basszus, mi történik itt ezen a pályán ma? Ó, baszki, hát menjél már! És komolyan vele kell küzdenem, az kanyarba meg nem tud menni. Jobban tapadnának az én gumiaim, de dehogy is, hát... na. Addig jó, amíg rajtuk tudunk maradni. 3/10, nagyon jó. Csak ugye megelőzni itt érdemben nagyon nehéz. Ebbe a kanyarba, amíg nem mennek el. Amíg tudjuk hozni, amit ők, addig jók vagyunk. Csak nem kéne ilyen megcsúszásokat bemutatni. Nagyon rajtuk vagyunk, elképesztően. Kicsit hűtjük is a technikát. És akkor viszont tűz, nézzük meg, mit tudunk. Gyerünk! Nagyon-nagyon érkezünk, védekezik, védekezik! Húha! Jó! De jön vissza! Paszki! Ha-ha! Szem vissza! Amocsok! Közben Verstappen elvitte ám a izét, leggyorsabb kört. Ő nagyon megy ott elő valahol. Viszont azért ezeknek a szoftoknak is a teljesítménye egy utolsó körre már nem lesz ám ilyen jó. Úgyhogy addig rajtuk kell maradni, srácok. Hát mi is láttuk, hogy milyen teljesítmény csökkenésünk lett. Ha addig rajtuk tudunk maradni, ott tudunk komolyat aratni még, az biztos. Azaz. Maradunk. Elsünk már rendesen van. Jó, még DRS is van. És akkor tűz. Megpróbáljuk megint, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon próbálkozik védekezni. Ó, te hülye! Hogy kitette a kis izéját? Ó, basszus. Nagyon kijött féktávon. Amúgy ilyet nem is szabad csinálni. Ilyen irányváltoztatást. Hát láttátok. Nem baj, meg lesz ennek még a bőtjek is. Köcsög. Mindjárt beesik a teljesítménye ám a gumiknak. Meglátod. Nekem meg ugye azért ezzel úgy lehet menni. Még egy ideig. Ugyanúgy ilyen 3-4 tizedre vagyunk ebben az egyenesben mindig. Itt van egy egyenes, ugye ezután, a kanyar után, ami itt lesz. Aha, hát kicsit elrontottuk. Na mindegy, de hogy itt is egyébként meg lehetne próbálni az előzést, csak azért egy kicsit neccesebb. És még mindig van DRS-e, pedig nagyon elhúztak Norrisék. Na most megpróbáljuk ers nélkül, hogy az megmaradjon az egyenesre. Célegyenesre.
Nagyon a végére egy kicsit azért. Oja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 j
Jó! Jó, kijjebb taszítjuk. Onnan fékez, hülye gyerek! És én is elszarom. Vissza... Aj, de nem áll! Értem, de visszaadtam volna. Na srácok, megszívtuk. Kaptunk akkor egy komoly kis 3 másodperces büntit. Az a baj, hogy akkor viszont nagyon le kéne hagynunk itt az embereket, mert nem tudom, hogy hova fogunk így akkor megérkezni. Hát egyelőre az 5. hely néz ki így nekünk. 2 kör alatt ennyit nem fogunk tudni ledolgozni. Tá, basszus, pedig visszaadtam volna, hát valós Forma 1-ben is van ilyen, hogy túlcsúszó, visszaadod, azt kész. Na jó, ne essünk szét, mert most szétestem egy picit. Gyerünk! Gondoljuk végig az életünket, srácok! Az a baj, hogy Norris egyébként éppen hogy, de folyamat kint van a DRS zónából, bár valamiért mindig van DRS-ünk. De látjátok, most például telibe kint van, most nincs is, nem is lesz DRS-ünk. Simán megszívhatjuk most. Utolsó kör. Nem fogjuk beengedni. Áj, tényleg az 5. hely néz ki nekünk így. Nagyon belassultak most, jó napot kívánok. Mi történik? Ojajaj, nagyon belassultak. Na mi van, eddig tartott a gumi? Hát tolom le. Norris, engedjél el. Pöcsömöccse. Fú, azért nekünk is csúszkálunk ám, hallod, rendesen bedrifteltem. Most szaladnunk kell előre, srácok, fél kör alatt, amennyit csak tudunk szaladni. Szaladunk, szaladunk, szaladunk. Ugye itt Alonsoval nem tudtunk mit kezdeni. Á, Norris meg itt van a seggembe. Ebből így nem lesz semmi. Basszek hát! Uha. Össze-vissza kacsázott. A srácok. Az a baj, ebből érdemben nem lesz helyezésünk a 3 másodperc miatt. De így kacsázott, hát hogy döntsem, hogy merre menjünk? 5. Aj, nem baj, maga a küzdelem szerintem jól sikerült. 5. hely. Végig izgalmas volt mondjuk, az igaz. Na jó, hát hogyha a srácok. Tetszett, akkor azért egy lájkot majd nyomjatok. Verstappen ezt eszméletlen módon lehozta. Az istenit! Az istenit! 6 tizeddel jobb időt ment, mint mi. Az komoly. Na jó, hát akkor innen folytatjuk. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett, egy lájkot nyomjatok, megcsinálom majd a táblázatot, csak igazából fel kell építenem. De jövő hétre megcsinálom. Na és akkor látjátok a mostani eredményeket. Csá-csá! Hello!